Rejtő Jenő Vesztegzára Grand Hotelben, 44. fejezet. Amikor Gilda villan gyújtott, felkiáltott ilyettében. Egy félig szőrös ember állt vele szemben táskával a kezében. Hallgas! Kicsempésztél valakit a Vesztegzárból, ezért Szumbavára visznek! Könyörgöm, sáhíb! Egy módon megmenekülsz. Legkésőbb másfél óra múlva itt leszek egy hölgyel. Ha lemegyünk a csatornába, akkor titok marad az, ami történt. Ha nem vagy itt másfél óra múlva, akkor feljelentelek. Itt leszek, sáhíb! Félix felment a lépcsőn, kezében a kis táskában Marjorie ékszereit vitte. A sötétben, mielőtt Dodi a ráccsal vesződött, elcserélte az ékszertáskát Gilda neszeszerével. A kihalt földszinti folyosón megállt egy ajtónál, hallgatózott. Egy síri rekettes hang ezt mondta éppen. Hiába voltam két napig külön, én is elvesztem. Ez egy ragályos átok volt. Sajnálom, Hacker, szólt egy másik síri hang. Már nem utálom magát, a halálos magányomat megosztotta, köszönöm. Én nem, gyufa sercent, az egyik rágyújtott. Tudja, lihegte gyenge hanggal Bruns. Sok mindent másképp csinálnék, ha nem kellene meghalnom. Aljas barom voltam, pedig annyi pénzem van, annyi, és nem tettem soha semmi jót. Most már késő, valaki megátkozott. Én meg mindig azt hittem, hogy ez marhaság. Én is, most kiderült, hogy mégsem az. A harmadik mimóza után most meg kell halnom. De hát, hogy jövök én ehhez minden külön mimóza nélkül? Inklinál az átokra, mély sóhaj. Rosszul csináltam, Hacker. Szédülök, Mr. Bruns. Ne, mondja, Bruns, Hermann Thorn vagyok, de nem használom ezt a nevet. Köröznek egy régi rabló vezért. Kairóban kiraboltam a hajó pénztárt, most már megmondhatom. Csend. Hol vannak a régi szép idők? Félix kopogtatás nélkül belépett, és gyorsan így szólt a két meglepett emberhez. Röviden, nincs időm. Legyenek olyan hálásak, és ne érdeklődjenek irántam. Nincs semmi bajuk, az átok ostobaság. A cigaretta meg van mérgezve, ne szívják. Igyanak szeszt és feketét. Két nap alatt kutya bajuk. Honnan tudja? Egy konkurens csempész rendszeresen mérgezi a cigarettáit. Jobbulást! Kisurrant, és becsukta az ajtót. Bruns sárgás, zsírosan verejtékes, halálosan beesett arca csodálkozva merett az ajtóra. Azután összenéztek Hackerrel. Két halálfej, mert a másik is leromlott állapotban volt. A szemei két sötét foltból világítottak vágyattan. De már is felkapta az egyik üveg pálinkát, és a szájához szorította. Gazemberek, sziszegte Bruns. Ezt az angol ügynökök tették, de megkeserülik, mert ha igaz, hogy meggyógyulok, akkor jaj nekik! Hé, tegye le azt az üveget maga, pióca! Mi? Lihegte elégedette Hacker. Az imént még azt hittem, hogy ha meggyógyul, akkor vasárnapi iskolát fog nyitni. Hülyeség! Elsüllyeszteni a hajóikat, a gazoknak. Mit vigyorog? Csak gondoltam, csuklott. Apropó, nem akar énekelni? Nem. Pedig én jó titkára vagyok. Maga nem a titkárom, és nem is lesz soha. De gondolja meg, Mr. Hermann Thorn. Bruns az ajkába harapott, és csendesen mondta. Különben lehet, hogy alkalmazom. Másnap a maláriások mellett két heveny alkoholmérgezést is bejegyzett Markejt a naplójába.